A felvidéki Mátyusföld szívében fekszik az egykori mezőváros Galánta, amely az Eszterházy család birtoka volt. 1999 óta él itt a párciumi Szatmár németiből származó Horváth Judit, aki a felvidéki magyar értékek megőrzésére életre hívott Pázmány Péter alapítvány ügyvezetője. Nagyon jó itt Mátyusföldön is, megtaláltam itt a hasonló kihívásokat, mint Parciumban, és hát itt is jó kis magyar közösséget lehet építeni. Vannak Galántán szép számol, tehát még mindig 30% fölött van a galántai magyarság, viszont nem érzem, hogy egy nagyon erős és összetartó közösségbe össze lennének kovácsolva. Úgyhogy ezt próbáljuk mi egy nagyon picit megoldani, remélem sikerül, partnereket is keresünk hozzá. Judit egy évvel ezelőtt lett ügyvezető. Első feladata az alapítvány épületének megújítása volt. Anyaországi támogatásból sikerült megújítani. Kihasználtuk azt az időszakot, amikor amúgy is tiltva voltak a rendezvények, úgyhogy gondoltuk, hogy ez a lehető legjobb alkalom, ilyenkor kell a legkevesebb rendezvényt elhalasztani egy felújítás miatt, úgyhogy az épületen egy kicsit még barátságosabbá tettük, amennyire lehetett. Ahol szükség volt egy kis racionalizálásra, ott azt megtettük, megerősítettük a statikáját egy kicsit. Az apróságoknak szóló ringató foglalkozás már ebben a szépen megújult teremben zajlik. Az anyukák nagy örömmel vesznek részt az alkalmakon. Én eleve szeretek énekelni, valamikori énekkaros itt Galántán, úgyhogy nekem ez föltölti a szívemet. Az még szép, hogy ennyi anyuka, ennyi gyerekkel, ilyen hangulatban, barátságok is szerintem lassan alakulnak, és hát a Ivivel nagyon jó énekelni, úgyhogy minket jól érezzük magunkat szerintem. Judit elsődleges célja, hogy megtöltse magyar élettel az alapítvány megújult épületét. Szerinte sokkal könnyebb megszólítani gyerekeknek szóló programokkal a környékbelieket. Megtölteni élettel, minél színesebb körű programokat hozni, ez a munkám egyik része, ezt nagyon fontosnak érzem, mert minél szélesebb körű programokat hozunk, annál szélesebb korcsoportot szólítunk meg. És az a tapasztalatunk, hogy főleg a közép korcsoportot a legnehezebb, mert ugye munkába járnak, elfoglaltak, viszont ahol már akad egy gyermek, egy unoka a családba, azzal biztos, hogy jönnek, ha valami nagyon vagány program van. Úgyhogy emiatt a legkisebbektől az idősekig minden típusú embernek és minden korcsoportú embernek való programot szervezünk. Csak a lecezésről van szó? Igen, és a lecezés alatt a szigetelés. Igen. Uh-huh. Hát meg gondolom a cseretek. Régi barátság fűzi össze Juditot és az alapítvány elnökét, így hatékonyan tudnak együtt dolgozni a helyi és a környékbeli magyarságért. Judittal egy éve dolgozunk együtt, nagyon örülök neki, hogy a személyében sikerült egy olyan jelentkezőt találnunk a kurátori pozícióra, aki mind szervezésben, mind szellemiségben nagyon hasznos munkát tud elvégezni a felvidéki magyar közösség érdekében. A legfőbb cél a közösségépítés, vallja Judit, akinek nem csak a munkája, hanem a szenvedélye is a programszervezés és a közösségépítés, amiben segítségére van a magyar kormány. Ez nem csak egy anyagi megerősítés, hanem egy szellemi megerősítés is. Tehát csak azt támogatnák, amiben látnak jövőt, látnak potenciált, és ez nagy örömmel tölt el minket, hogy látnak bennünk potenciált, meg szükség van azért a Mátyusföld közepén egy magyar központra, ahol sok mindenki sokféle programban meg tudja találni azt a helyet, ahova tartozhat. Csak akkor lehet erős mátyusföldi magyar közösséget kovácsolni, ha sikerül mindenkit megszólítani. Ezért a Pázmány Péter alapítvány küldetése nem kevesebb, mint erős bástyaként szolgálni a galántai és a környékbeli magyarságot.